A Rákóczi Szövetség a magyar kormány jóvoltából 2019. március óta a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont tulajdonosa. A tábor 300 méter magasan, 5 hektáron terül el, és mindösszesen 480 főnek tud étkezést és szállást biztosítani. Ezzel a számmal régiós viszonylatban a legmagasabb befogadó képességű ifjúsági tábor, mely erdős környezetben, páratlan kilátással, számos közösségi térrel, úszodával, és hát persze azt mi is elmondhatjuk, hogy tökéletes kiszolgálással és finom ételekkel várja a kikapcsolódásra vágyókat. Ezen a héten elkezdődött a tábor felújítása, és most a kivitelezőkkel, építészekkel és támogatóinkkal fogunk beszélgetni. Az égből, mint a villámcsapás ért engem ez a felkeresés. Nyilván kihívásnak tartottam, és nagyon érdekes feladatnak. Össze kellett szedjük magunkat, teljesen mindent eldobtunk, amivel akkor foglalkoztunk, és egy jó másfél hónap munkával, megfeszített munkával jelzem, a teljes iroda ezzel foglalkozott. Hát próbáltunk olyan érzékeny hozzátoldásokkal létrehozni egy új objektumot, ami ugyan kortárs és mai szellemiségű, de viszont érződik rajta, hogy egy biztos alapokon elhelyezett és a múltat egyfajta kontinuitásként létrehozó épületobjektum. Személyes kötődésem az abból adódik a Rákóczi tábor felújításához kapcsolatban, hogy én is Csíkszeredából, határon túlról származom, és évekkel ezelőtt már részt vettem a Rákóczi Szövetség munkájába, ezért külön öröm, hogy projektmenedzserként vihetem az ügyesbörös dolgait ennek a beruházásnak. A mai napon a munkaterület átadás zajlik, és a következő hónapokban a bontás és a szerkezetépítési munkák fognak zajlani. Reményeink szerint mindennel 2021. június 4-ére elkészülünk. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy erre a térségre, erre a településre jött a választás. És most nem keresem az okát, csak azt szeretném mondani, hogy új helyvezetésének elkötelezettsége, kötelessége, hogy a határon túli magyar fiatalokat összefogja. Mi 10 éve ezen dolgozunk, és egyszer csak ide jön a Rákóczi Szövetség vezetése, és azt mondják, hogy polgármester úr, itt lesz a tábor, mert valószínűleg ezt egy jól működő magánkézben lévő tábort meg fogjuk vásárolni. És ez megtörténik. Majd utána elmondják, hogy ilyen és ilyen fejlesztések lesznek, szállodépülés, így tovább. És nem csak elmondták, hanem úgy is lett. Meglett a forrás, és most meg már el is indul a munka. Mi feladatunk az építészeti tervek alapján egy egységes belsőépítészeti koncepciót kialakítani, tervezni. És hát én nehézségnek azért nem nevezném, de mondjuk mindenképp egy kihívás vagy egy feladat, hogy különböző funkciójú tereket úgy megtervezni, hogy azok a végén egy egységes képet mutassanak. Anyagokban, színekben mindenképp próbáltunk valami közös nevezőt találni. Tehát, hogy ami megjelenik mondjuk a rendezvényteremben és az étteremben vagy a szállodáknál, az valamilyen hasonlóságot mutasson. Több projektelemről van szó, és a legszűkebb az a központi épületnek a bővítése, ami szintráépítést, bontási munkákat, szerkezetépítési munkákat is tartalmaz, és igazából ez a szűk keresztmetszet, tehát arra kell koncentrálnunk, hogy ezeket a feladatokat időben el tudjuk kezdeni, de minden esetre több munkafolyamat, több projektre lesz széttagolva a teljes beruházás, és így fogunk végigmenni. Múlt évben is, talán ugyanezekben a napokban, augusztus végén, itt járt Gulyás miniszter úr, és ő akkor bennünket egy örömteli hírről tájékoztatott. Miniszter úr akkor úgy fogalmazott, hogy a Rákóczi Szövetség a magyar kormány döntése értelmében kapott 1 milliárd 850 millió forintot arra, hogy ezt az üdülőt, ezt a tábort teljes egészében megújíthassa. Most hát ez a bejelentés, amikor megtörtént múlt év augusztus végén, utána egy szorgos munka kezdődött el különböző szakértők bevonásából. A
Rákóczi Szövetség a határon túli magyarság ügyét, illetve a magyar fiatalság ügyét képviseli, és nagyon fontos szerepet tölt be abban, hogy a magyar nemzet fiataljai tekintet nélkül egyébként határokon találkozhassanak egymásra. És hogyha a Rákóczi Szövetség ezt a következő 30 évben is olyan eredményesen fogja tenni, mint a mögöttünk hagyott 3 évtizedben tette, akkor az már minden pénzt megér.